Sziasztok! Sziasztok! A 2021-es WiFi fi tesztünket immár az új stúdiónkba forgatjuk, és jelen rész a TP-Link WiFi 6-os AP-jával fog foglalkozni. De melyik AP is ez, Peti? A 660-as, ugye? Igen, az EAP 660-asat nézzük meg. Először. Ez a csúcsmodell, ugye? Ez a csúcsmodell most ilyen a tp ből és ebbe van 2,5 gigás wifi is és 4x4 MIMO 24 en is, 5 gigán is, és 2,5 és gigabit es Ethernet porttal rendelkezik. Oké, okay, 160 MHz, vagy csak 80 MHz? Te sajnos csak 80 MHz-es. Tehát 80 MHz, 4x4, tehát igazából, hogyha összehasonlítjuk, akkor leginkább talán 5 GHz-en az Unifi 6 LR-rel hasonlatos? Nagyjából. Nem, mert az már tudod 160 MHz-et. Tényleg, az XV2. XV2, de az még csak kétszer es volt. Ez egy elég, megint egy elég speciális uh -huh. összetétel, különbözik mindentől. Viszont elég nagy antenna nyeretsége van, hát reméljük, hogy elég nagy távolságra elér a keze. Igen, maga a termék is elég nagy, azt ki lehet jelenteni, tehát hogyha megnézitek, hogy ez pont mekkora. És nem gerének kicsi a keze. Így van, és ilyen vastkos ez az AP, tehát uh, elneveztük leveses de nézzük a specifikációkat. Lamport? Egy darab, két és végigás. Két és végigás lamport. Tehát itt azért már megugrott az ubiquiti a szintjét, mert ott ugye csak de egy gigás lamportokkal találkoztunk. És ami még érdekesség, hogy van rajta egy rendes táp csatlakozás, egy jackes, 12 voltos, ilyet Két nem, amper. nem, nem, sűrű látni ilyet mostanában már ap -kon. ezen helyet kapott. Oké, okay. bármi egyéb speciális feature ennek az AP-nak? szokásos, amit egy AX-es eszköz tud, tehát Mumai Mobile Informing, ezek mind benne vannak, ezt nem ki, hogy elég nagy antenna nyerességben is 4x4-es. Igen. A jelen tesztünk az Omoda 300-as kontrollerét vetette be. Az ugye az OC300. Az OC300, as ugye két verzió van, az OC200, az OC300, a teszthez a 300-ast használtuk. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a következő rész pedig a kis testvérével fog foglalkozni. A mérés ugyanúgy zajlott, mint a többi eszköznél, Synology 10 GB-es kártyával mértünk, Unifi switch-el, amin akár 10 GB-es interfész is van, itt értem szerint csak 2,5 gb csatlakozott fel, és 11 mérési pontunk volt, itt mértünk meg három különböző eszközt, egy iPhone-t, egy MacBook-ot, illetve egy Asus gépet. Pontosan ugyanaz a felállás, mint korábban. Ha valakit jobban érdekel, hogy pontosan hogyan találtuk ki a mérési metodikát, akkor nézze meg a legelső részét a Wi-Fi tesztnek, de egyébként egy iPerfes mérésről van egyszerűen szó, klienseket telepítünk az adott gépekre, egy prémium Asus laptop, egy AC Wave 2 es MacBook Pro, valamint egy iPhone 11 Pro, ami meg AXS 202-es rádiót kapott. A mérés megint az Access Point irodában zajlott ugyanazokon a pontokon, a referenciamérésről is elcsünk pár szót. Ugye két darab kártyával mértük, egyszer egy AXS és egy AC-s kártyával, az AX-es kártyával igen érdekes eredményeket kaptunk referenciamérésnek, 370 megabit feltöltés és 569 megabites letöltés volt, ami igazából szerintem elég nem gyenge. egy szem elég gyenge volt. Igen, igen. Ez, ez talán az egész mezőnyben gyengének hát minősül igen. most jelen esetben. Nem teljesen találtuk meg erre az okot, valószínűleg tartom, bár érdekes az AX-es kártya, az pont TP-linkes. Igen, az pont tp kártya. Viszont az AC-s kártya viszont kiemelkedően jó eredményt értünk el. A feltöltésünk 1008 megabit per szekundum volt, ugye a 4 x nek köszönhetően, a letöltésünk pedig 843 megabit. Igen. Azért ez is szép. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ha összehasonlítjuk a többi eredménnyel, akkor acv 2 ben csak a nagy kombium tudott többet nyújtani. Igen. Érdekes ez a történet. Oké, okay. ezek a kártyák értelemszerűen egy elég erős PC-be voltak berakva, nagyon tennák vannak rácsatolva, pont azért, hogy lássuk azt, hogy mi a maximuma az AP-nak. Bár itt most pont furcsá jött ki az eredmény, mert lesznek olyan értékeink, amik magasabbak, mint a referencia. Na, akkor lássuk, mit ad nekünk a TP-link, ha ezekből az ap akarunk mi Wi-Fi hálózatot építeni. Oké, okay. lássuk az iPhone-os eredményeket. Na mit látunk itt, Peti? Egész jó számokat. Aztán, Ha jobban megnézem, igen jó számokat. Ugye a két legjobb pontban, ugye az AP-hoz közel a kettes és az ötös pontban hozta hmm. a 730, 711 vagy éppen 645, 641 es értékeket. Ez a távolabbi pontok, amik nagyon érdekesek. Az különösen. Tehát az, hogy a 9-es pontban még mindig 373 megát tudod letölteni, az gyönyörű eredmény. Ugye az a egy téglapusz, három gipszkarton ez még utána is 300 meg a Igen. az, hogy ez volt egyik Főleg telefonnal. Nagyon-nagyon nagyon jó eredménynek számít. Ugye itt köszön vissza az, hogy az Access Point ez egy elég nagy darab. Tehát nagyon nagy házban jön, nagyon nagy fizikai antennákkal rendelkezhet várhatóan, és azért ad ilyen gyönyörű lefedettséget. Oké, okay, üvegfalon keresztül is jó eredményt értünk, 630, meg ahol egyébként sok AP telefonnal legalább ö, szenved egy kicsit, de az egyes pontban is 371 per 306, sőt a 11-es 11. pontban is 5 gigán tudott maradni a telefonunk. Ez elképesztő. 270. Remény. És az egyik eszköz se tudta, egyik AP se. Bizony, bizony. Elképesztő eredményeket hozott. A szokásos tízes pontban is, 68 per 40, meg az egy nagyon jó eredmény. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy lefelé tekintetében szerintem eddigiekhez képest a legjobb. Igen, talán a legjobb. Na jó, nézzük, mit csinálunk laptopokkal. A hmm. Mac, ami AC-s klienssel van szerelve, hmm. 3x3-as rádióval, ez is gyönyörű eredményeket hozott, ha jól látom, mert hmm. itt is 495 megabitet mértünk lefele irányba a 9-es pontból, hm. és 710-767, az azt jelenti, ha jól értem, Peti, hogy itt kihasználtuk a 3x3-at. Az 5-ös hát pontban igen. biztosan. 5-ös pontban biztos kihasználtuk, mert 700 megabit azért 2 x 2 hát kijöhet, de nagyon kicsi. Mennyi is az elméleti a 2 kettőben 2 ben 2-n? 867 megabit per szekundon. Hát az elég érdekes, hogyha abból kijönne 767 valós sávszélesség. Ez háromszor három Valószínűleg történt. tartjuk, hogy ez háromszor háromban ugrotta meg az AP. Wow. Nagyon kevés AP-nál tapasztaljuk azt, hogy ki tudja használni a 3 háromos kliensekben lévő előnyöket. A kambiumnak egyébként még az AC és ap tudják ezt, ezeket nem teszteljük még most, de, de ott láttunk még ilyesmiket. Gyönyörű. Tehát ac ben is nagyon jó teljesít, ez az aps ki lehet jelenteni. És azért hozzátenem, hogy ezek a mérések ugye nem egy pillanatnyi mérések voltak, hanem egy egy perces átlagnak az eredményei. Tehát ez a 767 megabit per szekundum, ez, ez valószínűleg nem egyszer, egy pillanat volt 767, hanem végig egy percnek az átlaga. Tehát valószínűleg ennél magasabb. Sőt, És biztos, persze voltak 800 fölött értékek, ez egyértelmű. És egyébként, amit még kiemelnék, itt a hatos pont megint 730 megabit egy téglafalon keresztül, gyönyörű eredmény. Persze. Igen, és 11-es pont 104 per 309. <laughs> hát AC-ben is nagyon jól teljesít, az 1-es pont is egy elég ö, mostoha darab, és ott is 455 megabitet hozott nekünk per 210. -et. Nagyon jó eredmények. Igen, az upload irányban nem volt olyan erős, de ettől függetlenül ezek, ezek elképesztően jó eredmények. A tízes pontba pedig hát hozta, ott talán ez a papírforma, a jobb ap tudják ezt valahol megugrani, hogy ilyen 20, 50, 40 megákat még megcsinálnak. Jó, oké, okay, nézzük a csúcsnotit. Az AX 2x2-es, és 160 mhz is támogató, bár ezen AP-nál ezt a előnyt nem tudjuk kihasználni. Na nézzük, mit hoztak. A max. sávszélesség itt már ugye... Wow, bocsánat, hogy szabadba vágok. Tízes pontba 220 mega. Bizony. 240 meg 5 hát? ghz maradtunk a 10 pontban. És körülbelül négyszer, ötször jobb, mint bármelyik AP, mint a legjobb, eddigi legjobb ap -nk. Igen. Elképesztő. Tehát nincsen meg a csúcssebessége, tehát hogyha itt már valószínűleg majd a végén kiderül, de itt igazából a Cambium XV3 valószínűleg az ellenfele, mert az, mivel hogy 160 mhz is adott, ezért többször mértünk vele még 1,5 gigabitet is, 1,1 gigabitet is több helyen, és valószínűleg csak ez a 160 mhz hátrány az, ami, ami, itt ezt a TP-Link AP-t sújtja, de hozzátenném, hogy a csúcs kambium vagy szérusz utódá AP-val szembeállítva. Szóval ezek nagyon gyönyörű. Értéke 280-370 az egyes pontban, 700 meg körül a hármas pontban, szerintem nem láttam még ilyet. Nincs ott sem. az üvegfalon keresztül, ott ilyen 690-689 meg De a maximum értékét is mondjuk el azért az ötös pontban ugye 784 Bocsánat, megabit. 818 a Igazad van, 818. Igen. Az szép. 400 megabit per ki, 300 megabit a 9 pontban. Nagyon-nagyon jól építették meg ennek az AP-nek az antennáit, azt kell mondjam. 9-es pontban azért lát, még azért ott is látszik, hogy az XV3 jobb eredményt érte, de csak a 160 MHz miatt. Ugye? Igen, valószínűleg csak ott hozza ki az előnyt. Majd egyedül ugye, mivel hogy az egy 8x8-as AP, ez mm. meg egy 4x4-es, itt az előnyt majd akkor tudjuk megmutatni esetleg a két AP között, Mo -mo. ha majd a Mumaimo tesztet fogjuk végezni, ahol legalább 10 klienssel fogunk egy időben ugyanilyen méréseket végezni, és akkor Ugye egyszer már sikerült kimaxolnunk a szerverünket, 4 gigabit környékén tudtunk forgalmazni rajta. Azt valószínűleg egyik ap se fogja megugorni, bár majd meglátjuk. Beleütközünk-e a plafonba, akkor kell egy új mérési architektúra. A 4 gigabit az csak egy, amit kimértünk, de lehet, hogy ennél többre is képes. Na, no, majd meglátjuk. Jó, az a lényeg, hogy ezzel a G14-es Asus Republic of Gamers uh, Edition notival is gyönyörű eredményeket produkált a TP-Link le vagyok nyűgözve, én igazándiból nem vártam ide ezt az AP-t. Én azt gondoltam, hogy valahol a Unify vagy a Unify alá fog beérkezni. De akkor hány pontunk van, Peti? Hány pontot ért el ez az AP? De hát, hogy nézzük, ez a második legjobb hely eddig, ez 906 pontot ért el Wow. Az első AP, ugye még mindig ugye csúcs tartó, amit a legelső részünkbe teszteltünk, az a XV3 tudott 1015 pontot, akkor most ez az AP, a 660-as beugrott a második helyre, uh -huh. Elvette a második helyet az LR-től, uh -huh. jól emlékszem? Igen, az LR-től. A, a UniFi 6 LR-től. Utána következik akkor az UniFi 6 LR, tehát le taszította uh -huh. a harmadik helyre. Az alá érkezik be a XV2, Lézem. egész picivel. Hány pontja van? 600... 689. 689. És akkor a leggyengébb versenyző ebből a uh, Wi-Fi wi 6-os line-upból, ez pedig a UniFi 6 Lite, ami 636 pontot. De teljeseket. azért se annyira gyenge. Nem, az is egy nagyon jó AP. Eleve látható, hogy az egyik AP kicsi, a másik AP nagy. Mm -hmm. Az egyik ap kicsi az antennája, a másiknak nagy. Fizikai méretekből dőlnek el a dolgok. Ezért az egyik AP úgy van kitalálva, hogy többet telepítsünk vele, sűrűbben helyezzük el, a másik AP az meg egy lefedettségi bajnok inkább. Szóval. Pontosan. Ezért jók ezek a tesztek, mert láthatjuk, hogy melyik AP-tól mit várhatunk el milyen környezetben. Nekem egy pozitív. Igen, nagyon meglepett minket az eredmény ennek az ap -nak. Most már nagyon kíváncsi vagyok akkor arra is, hogy akkor a 6 as mit csinál. Mert Nem ugye is. az a kis testvére, az még olcsóbb egy fokkal. Árról röviden annyit, hogy tp árazású eszközről beszélünk. A teljesítményhez képest nagyon olcsó terméknek számít, ez biztos. Az biztos. szoftveres felületét tekintve, mivel találkoztál, Peti? Egy az egybe Unifi lényegében, tehát hogy hasonló kinézete van, kicsit más színvilág, kicsit más képvilág, de egy egyben. Néztem, még az ikonok is elég hasonlatos, az is. tehát látszik, hogy ott azért talán némi koppintás ez történt. Ilyen rádiós feature-ök, hálózati feature-ök, egyebekben. Hasonló, tehát ilyen van, amiben egy kicsit többet tud, vagy egy kicsit kevesebbet tud, de nagyjából ugyanaz. Na, ugyanazt a szintet hozza. Viszont érdekes. 5 év garancia. Ó, az fegyvertény. Az nagyon. Oké, okay. várjuk a következő epizódot, amiben a 620-asról fogunk nektek mesélni. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsétek el megnyomni a csengőgombot, hogy értesülhessetek a legújabb tartalmainkról mi hamarabb. Sziasztok! Sziasztok!